Köszöntök mindenkit itt a Kodolányi János Egyetemen. Előrébb is vannak helyek, látom, hogy még páran most érkeztek. Nyugodtan itt az első két sort is fel lehet tölteni. Nemes Tamás vagyok, a cégcsoport, Dokler cégcsoport kommunikációs vezetője, és én csak két technikai dolgot mondanék. Egyrészt, hogy a teremben a maszk használat ugye a vírus miatt az kötelező. Ha már maszk és ha már itt vannak, először is nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, mert hogy pandémia idején én azt gondolom tényleg nagy előny, nagy kihívás, hogy ilyen sokan itt össze tudtunk jönni. Az előadással kapcsolatban csak annyit, egyrészt bemutatom Szabó Péter rektor urat, ő a Kodolányi János Egyetem rektora, ő mondja el majd a bevezető gondolatait. A technikai részhez pedig csak annyit, hogy mindenki talált az asztalán egy fülhallgatót, két nyelvű tolmács van, tehát magyarul angolra, angolról magyarra, vegyes nyelven zajlik majd az előadás, angolul és magyarul is az előadások, és ami nagyon fontos, hogy az egyelőre még meglepetés vendég előadónktól, nyilván bizonyos időkorlát keretéig lehet majd kérdezni, annyit kérnék viszont a kérdezőktől, hogy angolul tegyék fel majd a kérdésüket. Úgyhogy köszönöm szépen, még egyszer, hogy ennyien eljöttek, és át is adnám a szót Szabó Péter rektor úrnak. Jó napot kívánok! Igen, Tamás, köszönöm szépen a bemutatást, úgyhogy ezt nem ismétlem meg. Köszöntöm azokat a vendégeket, akik először járnak a Kodolányi János Egyetemen. Köszöntöm a tanítványainkat, kollégáinkat, hiszen ők is itt vannak a teremben. És akkor azok számára, akik a Kodolányit nem nagyon ismerik, az intézményünk éppen most 30 éves, és mi voltunk az egyik legelső magánfelsőoktatási intézmény, én vagyok az egyik alapítója, és jelenleg rektora. Ránk mindig az volt jellemző, hogy nagyon innovatívan kellett dolgoznunk, mert egy magánintézménynek ellenszélben nagyon komolyan másképpen kell teljesíteni ahhoz, hogy talpon tudjon maradni. Ezt az innovációt most már éppen két hete vagy három hete vehettük át az innovációs technológiai miniszternek a díját, a Magyar Kiválóság díját, erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és talán nem véletlenül, mert szervezeti kultúránkban olyan modellt tudtunk sikeresen működtetni, amely a céges működési modellt és az akadémiai szabadságot sikeresen tudja egyesíteni a hallgatók és az oktatók érdekében. Egy ilyen egyetemen kötelező az, hogy mindig élvonalbeli kutatási témákkal is foglalkozzunk. Az összes szakunkon, pedig mi nem műszaki egyetemként vagyunk a magyar felsőoktatási palettán, de minden szakunkon van digitális tudást átadó tartalom. Hiszen 2005 óta nagyon komolyan ezen a területen is dolgozunk, az egyik legelső távoktatási fejlesztés az egyetemünké volt, és annak idején még azért is kaptunk egy nemzetközi elismerést, és így például, amikor ez az őrült járvány berobbant a világba, mi egy nap alatt át tudtunk állni a digitális oktatásra, és tudjuk, hogy a jövő ez. Ezért örülünk annak, hogy a Dokler Holding tagjaként helyet adhatunk egy olyan konferenciasorozatnak, előadássorozatnak, ami erről szól. Erről szól, körbejárjuk ezt a témát nagyon alaposan, rendkívül izgalmas előadók segítségével. Ez azért is nagyon fontos, mert éppen készülve erre a mai napra olvastam egy legfrissebb tanulmányt, a századvég egyik kutatóintézetének a tanulmányát, amelyik arról szól, hogy a magyar munkavállalók, most a KKV szektorról van szó, digitális kultúrája sokkal-sokkal alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga. Ha ez így van, egy egyetemnek és az egyetem fenntartójaként egy digitális világgal foglalkozó holdingnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy ez a kultúra ez minél gyorsabban, minél hatékonyabban terjedjen. Bízom benne, hogy a mi tanítványunk, akik szép számmal itt ülnek a teremben, ennek az előnyeit élvezik. I can always tell when a country is bigger than Estonia. Pedig meg tudom mondani, amikor egy ország nagyobb, mint Észtország, mert hogy sokkal több a diák. És hát tudják, hogy észtek és magyarok vannak közös szavaink, közös kultúránk. Az is közös bennünk,
hogy mindig hátulról kezdünk el leülni egy előadótérbe. Ugye mindig először hátul foglalnak helyet, és aztán akik késve érkeznek, ők ülnek előre. Hát így működnek a dolgok Észtországban is. Ugye hallottam, hogy a digitalizációról lesz szó, de azt gondolom, hogy sokan erről a szóról egy Macintosra, egy iPhone-ra asszociálnak. Én viszont a közigazgatás digitalizációjáról szeretnék beszélni, amely szerintem legalább olyan fontos lesz a 21. század legalábbis első felében, mint az autópályaépítés volt a 20. század második felében. Azt tudjuk, hogy mindenki, aki mondjuk az 1950-es években Nyugat-Európában kezdett el élni, és aztán csatlakoztak az EU-hoz, az EU strukturális alapjaihoz, ugye akkor elkezdtek autópályákat építeni ezek az alapok. Tettük ezt azért, mert ez elkerülhetetlen volt az, hogy túléljünk egy modern gazdaságban. Ennek analógiáján azt mondhatjuk, hogy most fontos a közigazgatási szolgáltatások digitalizációjája, amelyek a legtöbb országban megragadtak az 1950-es években. És ezt a kontrasztot tapasztaltam én magam is, miután 2016-ban befejeztem ugye, a hivatalomat, betöltöttem a hivatalomat, és ugye amikor a szilíciumvölgyre gondolunk, ahol annyi kiváló termék jött létre, akkor ott álltam Stanford Egyetemen, és 12 kilométeres körzetben ott volt a Tesla, az Apple, a Google, a Facebook központja, a YouTube központja, mindezek a különleges szolgáltatások, unikornisok ott voltak, és arra gondoltam, hogy fantasztikus itt lenni. Azonban, amikor regisztrálni akartam a lányomat, hogy beiratkozhasson az egyetemre, akkor először fognom kellett a villanyszámlámat, el kellett mennem az egyetem központjába, magammal kellett vinnem az útlevelemet, a vízumomat, hogyha az Egyesült Államokban külföldiként tanítunk egy egyetemen, akkor van egy DS-2090 form űrlap, amit ki kell tölteni. Szóval oda mentem, odaértem az adminisztrációval, papírmunkával, ott váltam egy ilyen 20-30 percet, amíg behívtak, elvették ezeket a dokumentumokat, lefénymásolták az összes dokumentumot, aztán ez a hölgy visszajött, leült a papírmunkával is, elkezdtek kimásolni a releváns vonatkozó adatokat is. Azt gondoltam, hogy hát ez, itt vagyunk a 60-as, 50-es években, nem is tudom, hogy mikor, de hát nem így kéne mennie a közszolgáltatásnak, a kormányzásnak. Különösen azért, mert az én országomban, az én otthonomban az egész ugye, csettintésre működött volna, számítógépről, iPhone-ról, nem is kellett volna bemennem az egyetemre. Éppen ezért ma arról szeretnék beszélni, hogy mi mindent tanultuk meg a digitális kormányzásról és a digitális közszolgáltatásokról, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ezek működjenek, jól működjenek, és hogy hogyan lehet tovább lépni. Először is azt mondanám, hogy nem a vásárlásról szól ez. Számtalan országban jártam, ahol azt mondtam, hogy ó, hát van itt egy tender kiírva, és fogunk venni akkor 5 millió számítógépet. De ez nem erről szól, nem arról szól, hogy termékeket vásárolunk, és megvan oldva a probléma. Reméljük, hogy működik a léptető, ezzel mindig nehézségem van, egy pillanat. Tehát itt látható ugye az országom, a leginkább digitalizált ország a világon, nem akarok büszkélkedni, hencegni, de hát mégiscsak ez az igazság. 200 kilométerre érek a fővárostól, az őseim a családomnak a farmján, és lényegében sehova nem kell eljárnom, a bankba se kell személyesen bemennem.
Persze nem nagyon hideg is van, hogy itt látható a videóm. És emellett pedig ugye egy ex-kommunista országként azt kell mondanom, hogy talán nálunk egy kicsit még rosszabb is volt a helyzet, mint önöknél, mert teljesen elfoglalt minket a Szovjetunió, és tömeges deportálások történtek 41-ben, 45-ben, 49-ben, lényegében a populáció 7%-át berakták vonatokra, felrakták vonatokra, hajókra, és deportálták őket. Tehát szomorú történetünk van, de miután lezárult ez a korszak, akkor nagyon szegények voltunk. És nézzük ugye a finneket, akik ott élnek velünk szemben, az öböl túloldalán, és 1958-ban talán az Oxford vagy a Cambridge írta meg a populációarányos GDP alapján rangsorolta az országokat, és azt láttuk, hogy Észtország jobban teljesített valamivel Finnországnál. Ez ugye volt a világháború után közvetlenül. Aztán az első teljesen független évünkben, a szovjet uralom lezárása után az egyfőre vetített GDP $2,800 volt, és ez Finnországban $24,000 volt, tehát jó 8-szorosa a miénknek. Látjuk tehát, hogy milyen hatása volt a kommunizmusnak. Tehát ebben a helyzetben találtuk magunkat, és föl kellett tenni a kérdést, hogy akkor mit csináljunk, elmaradottak vagyunk, szegények vagyunk, nincs infrastruktúra, rossz helyzetben vagyunk, és hát egy csomó őrült ötletünk támadt, hogy mit tehetnénk. És nekem is volt egy ilyen őrült ötletem a saját tapasztalataim alapján. Az egyik ilyen tapasztalatom az volt, hogy megtanultam még 15 éves koromban programozni, ami hát jó régen volt. Egész pontosan 52 évvel ezelőtt tanultam meg programozni. Egy egyszeri kísérlet gyanánt tettem ezt meg, a matek tanárom a PhD-t ebből a témából írta, hogy megtanítson gyerekeket programozni. 1970-ben írta ezt a PhD-t. Nem is gondoltam arra, hogy ez olyan nagyon fontos lesz később. A másik tapasztalatom az volt, hogy Washingtonban én voltam az első nagykövet a háború után, az első észt nagykövet az Egyesült Államokban a háború után, és hát ebben a helyzetben találtuk magunkat, ez volt a kérdés, hogy akkor mit is tegyünk, mit tehetnénk ilyen szegényen. És mindegy, hogy mindegy is, hogy milyen helyzetben voltunk, de a Xenox paradoxonnal találkoztunk. És itt ugye arról van szó, ez a paradoxon arról szól, hogy Zénon paradoxona arról szól, hogy ugye Achilles is szerepel benne, és Achilles elfut egy teknősig, ugye fél útig, és aztán a teknős folytatja a futást. És hát azt látjuk, hogy valahogy Zénon paradoxonjához hasonlóan működik a fejlődésünk is. A lényeg az, hogy hiába szaladunk, hiába sietünk, nem fogunk tudni fölzárkózni a nálunk már jóval fejlettebb országokhoz. Mert hogy ők már annyival előrébb tartanak ezen az úton. Azonban történt valami 1995-ben, amely megváltoztatta a gondolkozásomat. Megjelent az első webböngésző, a Mozaik.
és ugye itt a HTTP protokollt 1989-ben találták fel, tehát csak 89 óta van web a mai ismert formájában. Azonban nem lehetett könnyen hozzáférni, mert nem volt ilyen böngésző, és akkoriban volt egy fiatal, aki éppen akkor fejezte be az egyetemet, és ő találta föl ezt az első egyetemet, ma már persze egy milliómasról, milliárdosról van szó. És hát ebből született az összes többi böngésző, a Chrome, a Firefox, a Safari, amelyek most már ingyenesek. Ezt az első böngészőt, ezt még meg kellett venni egy fizikai boltban. 7 floppy-t kellett telepíteni ahhoz, hogy legyen egy ilyen böngészőnk. És hát megnéztem, azt mondtam, hogy ez fantasztikus, teljesen digitális megoldás, és azt láttam, hogy ezen a területen pontosan ugyanolyan annyira le vagyunk maradva, mint az Egyesült Államok. Ugyanarról a pontról indulunk. És amikor ugye megtanultam programozni tizedikesként, azt mondtam, hogy ugye volt ez a tapasztalatom, és éppen ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha digitalizálnánk az iskolákat, összekötnénk ezeket az iskolákat. És akkoriban a kormányzatunk az nagyon bátor volt, és azt mondta, hogy teljesen őrült ötlet, de próbáljuk meg. És 97-re mindegyik iskola online elérhető volt. Különösen is büszke vagyok most arra, hogy nem csak az egyik legjobban digitalizált ország vagyunk, és a közigazgatás terén is az EU élvonalába tartozunk, hanem közben az interneten szabadságot is biztosítunk nagyon nagy mértékben. Tehát azt látjuk, hogy ez a digitalizáció ez együtt járt az internetes szabadság biztosításával is. Tehát a digitalizáció szempontjából első helyen állunk a közigazgatásban. Aztán a következő diára még büszkébb vagyok. Azt látjuk, hogy ha mi ugye egy korábbi kommunista ország vagyunk, és azt mondanánk, hogy hát ezek az ex-kommunista országok biztos, hogy mind marha korruptak, hát mi nem vagyunk azok. Mi nem vagyunk azok. Ugye itt a korrupciós index látható a dián 2021-ből látható, hogy a norvég országok nagyon jól szerepelnek ezen a rangsoron. Ez azt gondolom, hogy itt is Észtország az első között szerepel, és szerintem ez egy nagyon szép eredmény. Ugye egy darabig voltam külügyminiszter is, és ott gyakran hallottam ezeket a kioktatásokat, hogy ó, hát volt kommunista országok, biztos nagyon korruptak vagyunk. Azt kell, hogy mondanom, hogy ma ez a legkevésbé sem igaz, hogyha itt a kelet-európai korrupcióról van szó, akkor mondhatom azt, hogy csak nézzük meg ezeket a friss indexeket, és láthatjuk, hogy milyen jól szerepelünk. Tehát akkor itt van a mi kis országunk, amely méretében is nagyon kicsi, populációjában is viszonylag kicsi, a populáció sűrűsége is emiatt meglehetősen alacsony, és hát Magyarországhoz hasonlóan mi is az EU, a NATO, az OECD tagjai vagyunk, és látható, hogy a lakosság 5,9%-át az informatikai szektorban foglalkoztatják, amely egy viszonylag nagy arány, lényegében bármilyen országban szép számnak számít ez, jó eredménynek számít ez.
Hadd beszéljek egy kicsit arról, hogy mik a legalapvetőbb elvek a digitalizációval kapcsolatban. Először is a közszolgáltatások célja, hogy az állampolgárokat szolgálják, nem a profit termelés a céljuk, és talán ezért látjuk azt, hogy a magánszektor és a digitális szektor az nagyon jól teljesít, de ez nem igazán jelenik meg a közszolgáltatások terén, mert hogyha nincsen profit motiváció, és mindig ugyanúgy csináltuk a dolgokat, akkor ugyan miért is kéne a kormánynak, a közszolgáltatásoknak változnia? Mi az állami és a magánszektor együttműködésére építettünk, és megfelelő biztonságot biztosítottunk a magánszektornak, és ennek köszönhetően mindenki hozzáférést kapott az internethez, és ami igazán fontos, hogy mindenki tulajdonosa a saját adatainak. Ez a közszolgáltatások működésének alapvető feltétele. Az adatok tulajdonosai mi magunk vagyok magánszemélyként. Átugrok egy diát, bocsánat. Csak egy-két ilyen promóciós szöveg, nem annyira fontos most a mi szempontukból. Három dolgot szeretnék kiemelni, amit mindenképpen jól kell elvégeznünk a digitális kormányzáshoz. A legfontosabb alapvető elem az az, hogy egyedi és biztonságos személyazonossággal kell rendelkeznünk. Eredetileg ez egy személyazonosító volt egy chippel, most egy csomó más megoldás is elérhető már, de itt a legfontosabb, kulcsfontosságú elem, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy mindezt nem lehet megvalósítani, hogyha nincsen kormányzati szándék. Hogyha fontos ez, hogy meglegyen a kormányzati szándék, hogy ezeket a például a digitális személyi azonosító okmányokat kötelezővé tegyük. Nem kell feltétlenül használni, de kötelezően rendelkeznie kell vele. Ez hát a 22-es csapdája, mert azt látjuk, hogy az EU-ban van már egy olyan direktíva, amely kimondja, hogy az EU-s kormányzatoknak kell digitális személyazonosítót biztosítani, ez remek dolog, de azt is tudjuk, hogy plusztán statisztikai adaton, hogyha fölkínáljuk a lehetőséget, de nem tesszük kötelezővé, akkor 15-25% vált ki ilyen elektronikus azonosítót. Ez azt jelenti, hogy ha kormányzati szervként, közszolgáltatásként működünk, akkor azt mondjuk, hogy megnézzük ezt a számot, és hát akkor azt mondjuk, hogy miért is kéne digitalizálni a szolgáltatásunkat, hiszen az emberek 85%-ának nincs ilyen elektronikus azonosítója, akkor miért is biztosítanék digitális szolgáltatást, amikor papír alapon is nagyon jól működik a szolgáltatásom. A másik oldalról, állampolgári oldalról azt mondhatjuk, hogyha a kormány nem fektet be digitális szolgáltatásokba, akkor ott van egy használhatatlan azonosító, ami nem jó semmire, mert a kormány nem fektetett be abba a szolgáltatásba, ami használhatóvá tenné ezt az eszközt. Éppen ezért kell kötelezővé teszni a használatát, illetve azt, hogy ezzel rendelkezzünk. És azt látjuk, hogy elsőként ezt rontják el a kormányok, hogy nem teszik kötelezővé ennek az elektronikus személyazonosítónak a kiváltását. Németország is ezért az egyik legelmaradottabb ország digitalizáció szempontjából, mert nem tették meg ezt a lépést, nem tették kötelezővé. Ugyanez a helyzet Japánban, Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban még rosszabb a helyzet. Ott
így nem fog működni, hogyha nem tesszük kötelezővé a kiváltását. Tehát egy elég határozott politikai lépést kell hozni. Látszik a dián, ugye a lakosság 70%-a használja ezt az azonosítót. Én magát a fizikai kártyát nem igazán használom, mert van egy alkalmazásom a mobiltelefonomon, de hogyha nagy Isten nincsen okostelefonunk, akkor ott van ez a csippes kártya is, amely használható. A telefonszolgáltatótól is kérhetünk egy ilyen csippet. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében egy olyan SIM-kártyát kérhetünk, amely tartalmazza ezeket az elektronikus adatokat is, és így okostelefon és alkalmazás nélkül is használhatjuk a telefonunkkal ezt a csippet. Itt látható ezen a dián, hogy mi a digitalizáció alapvető problémája. Nem tudom, hogy látják-e ott az alul kiírt kis szöveget. Itt a New Yorkernek a 93-as kiadásában jelent meg ez a grafika. Két kutya látható, az egyik kutya azt mondja a másiknak, hogy az interneten senki nem tudja, hogy te kutya vagy. És hát ez a személyi azonosságnak a nagy problémája, hogy honnan fogjuk tudni, hogy kivel is beszélünk. Onnan, hogy mondanak magukról valamit. És hát ez a másik oldalon is a probléma, hogy vajon tudják tényleg, hogy velem beszélnek? Nem lehetnek ebben biztosak. Éppen ezért van szükség arra, hogy egyedi és biztonságos személyazonossággal rendelkezzünk. Éppen ezért a kormányomnak minden tagjának van egy teljesen egyedi digitális személyazonossága egy szám formájában. Ennek vannak belső szabályozásai, most ezzel nem mutatom önöket, de egy teljesen egyedi számról van szó, amit biztonságossá is kell tenni. Hogyan tehetünk biztonságossá egy személyazonosságot? Nem egy e-mail címmel és egy jelszóval, nem az Amazonról beszélünk. Az Amazon, amit rendszeresen használok, hogy könyveket vásároljak, ott ugye mindig azt mondom, hogy hát akkor oké, megrendeltem, reméljük, hogy minden rendben lesz, mert hogy bármilyen jelszót föl lehet törni, az e-mail cím publikusan hozzáférhető. Éppen ezért, hogyha föllépünk egy oldalra, amely a jelszavunkat és pusztán az e-mail címünket kéri, akkor az nem egy biztonságos oldal, akkor könnyen föltörhető, akkor is, hogyha egy erős jelszót adunk meg, amelyben számok, nagybetű, kisbetű és különböző szimbólumok is szerepelnek, mindenképpen bizonytalan helyzetben vagyunk. A valódi biztonsághoz két dologra van szükség. Az egyik a végponttól végpontig tartó titkosítás. Tehát fontos, hogy titkosítsuk ezeket az adatokat egy nagyon magas fokú titkosítással, amely nem lesz föltörhető egészen addig, amíg mondjuk a kvantum számítógépek reményeink szerint még mondjuk 10 évig nem kezdenek el működni, addig ez a fajta titkosítás, amit az országunkban is alkalmazunk, ez nem lesz feltörhető. A másik dolog, amire szükség van, az a legalább két lépcsős azonosítás. Szóval a jelszó megadása mellett másra is szükség van, valamire, ami a tulajdonunkban van, és ennek meg kell egyeznie a jelszóval. Ez lehet egy token, vagy másnak is nevezhetjük. Lényegében egy egyedi chipről van szó, tehát csak úgy tudunk hozzáférni, hogyha ez az egyedi chipünk, amely a mi birtokunkban van, ezt összehozzuk, egy időben használjuk a jelszavunkkal. Ezt persze Európában is látjuk működésben, a bankkártyákkal, hitelkártyákkal,
amelyekben van egy chip, amely a kártyához tartozik, a kártya pedig hozzánk, és akkor a bank azt mondja, hogy rendben, ezek megegyeznek, ugye a PIN kód megegyezik, a chip is ott van, és akkor így tudunk pénzt költeni. Mindennek az első oszlopa, pillére a biztonságos digitális személyazonosság végponttól végpontig tartó titkosítással és két lépcsős azonosítással. A második elem az az architektúra, amelyet létrehozunk e közé. Manapság legkülönfélébb országokban egyetlen nagy adatbázisba gyűjtik az adatokat, ez egy elég rossz ötlet, mert hogyha bejut valaki az adatbázisba, akkor már mindenhez hozzáfér. És ennek a legrosszabb példája aztán egy 2015-ös hekkelés az Egyesült Államokban, ahol jelenleg 23 millió alkalmazottja van a szövetségi kormánynak, jelenleg és korábbi alkalmazottak, és ebbe beletartoznak a tűzoltóktól kezdve az FBI ügynökökön át az államig, az elnökig. És mindezeket az adatokat az állam tárolja egyetlen helyen, a szövetségi állam egyetlen adatbázisban. És 2015-ben valaki, a legtöbben Kínára gyanakszanak, mert nekik van meg a szaktudásuk, ők feltörték ezt az adatbázist, és kinyerték a szövetségi dolgozóknak az adatait, beleértve olyan adatokat is, mint a lakcím, a telefonszám, és a pszichológiai és a CIA ügynökök pszichológiai profilja, tehát egy teljes katasztrófáról, adatbiztonsági katasztrófáról beszélünk, és ami még ennél is rosszabb, hogy az adatok ugye egy helyen voltak, de emellett még a titkosítással sem fáradtak, lényegében tiszta szövegként hozzáférhetőek voltak, mint hogyha megnyitottak volna egy Word dokumentumot. Ennyire könnyű volt hozzáférni. Nálunk egy kicsit más a helyzet, ugyanis az adatokat különböző helyeken tároljuk, nincsen egyetlen központi adatbázis, és kulcsfontosságú. Az adatokat különböző helyeken lehet tárolni, és pusztán a személyazonosságunk köti össze őket. Itt is van egy kis adat, ott is van egy kis adat, és mi tudunk hozzáférni, meg persze az orvosunk például. Kicsit olyan ez, mint a karácsonyfa díszek, amelyek külön-külön ott lógnak a fán, és mondjuk, hogyha egy vényt szeretnénk lekérni, akkor megadjuk a társadalombiztosítási számunkat, és lekérhetővé válik a recept. Most mutatnék is ezzel kapcsolatban egy rövid videót a rendszerről, amit X-Road-nak hívunk, mert hogy hozzáférést biztosít mindenhez, és egy Enterprise Service Busról beszélünk, de nevezzük csak X-Road-nak, ez egy nyílt forráskódú szoftver, szabadon felhasználható szoftver, amelyet különböző formákban, 30 országban használnak, Finnországban, Feröer-szigetek is, Izland és Panama is, Azerbajdzsán is használja. Minden esetre akkor most nézzük meg a videót. Egy modern államnak a működtetése az adatbázisokon alapul, és nagy mennyiségű adatot kell felhasználnunk. Észtországban nincsen központi adatbázis, ott tárolják az adatokat, ahol létrehozták őket, az ügynökségek külön adminisztrálják az adatokat, és nem duplikálják. Mindemellett az állami hivatalok
adatnak szüksége van persze a saját adatkörükön kívüli adatokra, például a rendőrség a népszámlálási adatokat gyakran lekéri az egészségügyi adatokra, és szüksége van például a biztosítóknak. Ehhez arra van szükség, hogy a hivatalok, amelyek jogosultak használni, könnyen hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz, meg kell őrizni az adatok integritását, a harmadik fél nem módosíthatja az adatokat az átvitel alatt, emellett pedig bizalmasnak kell maradnia, meg kell védeni a jogosulatlan kíváncsiskodóktól. Az X-Road egy adatcserélő platform, amely teljesíti ezeket a követelményeket, megkönnyíti az életünket az államnak és az állampolgároknak is. Például, hogyha egy gyermek megszületik, akkor a születésre kapcsolatos információt a kórházból elküldik a népszámlálási hivatalnak, onnan pedig egyenesen tovább a biztosítónak, hogy a gyermeknek legyen egészségbiztosítása, emellett pedig elküldik az adatokat a házi orvosnak is. Ezzel egy csomó papírmunkát meg tudunk spórolni a háttérben. Leegyszerűsíti ez a rendszer a munkafolyamatokat, rengeteg minden automatizálható, és kevesebb emberi beavatkozásra van szükség. A hivataloknak nem kell aggódni az adatok hitelessége miatt, bizalmasan kezelhetőek, és közben pedig bízhatnak abban, hogy mondjuk az adóhivataltól érkező adatok azok tényleg hitelesek. Az állam számára az X-Road elsősorban azt teszi lehetővé, hogy a hivatalok hatékonyan kezeljék az adatokat, cseréljék az adatokat, és az érzékeny adatok bizalmasan tudjanak vándorolni egyik helyről a másikról, mindeközben pedig kellően reziliens legyen a rendszer a támadásokkal szemben. 2001-es megalapítása óta az X-Road mindenféle megszakítás nélkül működik, így az állam pedig egy átfogó képet kaphat arról, hogy a különböző hivatalok hogyan működnek együtt. A hivatalok pedig nem csak az országon belül, hanem akár az államhatárokon kívül keresztül is cserélhetnek adatokat. Így pedig az információs rendszerek megfelelően működhetnek. A legnagyobb haszonélvezői ennek a rendszernek persze maguk az állampolgárok, akik egy jobban működő rendszernek az előnyeit élvezhetik, és egy csomó időt megtakaríthatnak a szükségtelen adminisztráció elkerülésével, hogy mennyi időt is. Nos, amíg megnézték ezt az adminisztráció, ezt a videót, addig az X-Road több mint 250 munkaórát spórolt meg Észtországban. Tehát ez a három pillére ennek a rendszernek, egyébként ugye itt a rövidítés angolul kiadja a CIA betűszót is, de hát persze ennek semmi köze nincsen az amerikai titkos szolgálathoz. A lényeg az, hogy szükség van a bizalmasságra, az elérhetőségre, vagyis hogy elérjük az adatainkat az X-Roadon keresztül, és szükség van az adatok integritására is, amely az utolsó szempont, amelyet figyelembe kell vennünk a digitalizáció, közszolgáltatások digitalizációja során. Mit is értünk integritás alatt? Azt értjük alatta, hogy jogosulatlanul senki ne férhessen hozzá az adatainkhoz. De sokan aggódnak az adatbiztonság miatt, méghozzá joggal, de az integritás az talán még fontosabb kérdés. Tegyük fel, hogy valaki máshol hozzáfér az egészségügyi adataimhoz, és megtudják, hogy milyen a vércsoportom, hát ez nem egy túl jó hír, de ami sokkal rosszabb, az az, hogyha módosítják ezt az adatot, módosítják a vércsoportomat, vagy valaki hozzáfér a meglehetősen kicsi bankszámlámhoz, nem túl valószínű, hogy több pénzt tesznek a számlára, sokkal valószínűbb, hogy pénzt vesznek le róla. Tehát az adatintegritás legalább olyan fontos, mint maga az adatbiztonság. Hadd beszéljek egy kicsit erről az adatintegritásról még. Az
Adatintegritás modern technológia segítségével megőrizhető. Ezt a technológiát blockchainnek nevezzük, nem a bitcoinra gondolok. Egy másfajta blockchainről gondolok itt. Itt ugye egy nyitott rendszer, mondjuk a bitcoin, mi egy zárt rendszerben használjuk a blockchain szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy a blockchain nem módosítható, hogyha már tranzakció zajlik, tehát a mi esetünkben azonnal megtörténik a tranzakció, és nem kell ugye több millió másik felhasználónak is ellenőriznie, csak a releváns hatóságoknak. Ez már 2008 óta így működik, mert nagyon aggódtunk emiatt, hogy mi történik, hogyha valaki módosítja az adatokat. A törvényeinket sem tesszük már közzé nyomtatott formában, most már ez mind az interneten érhető el, de mi történik, hogyha valaki feltör és módosítja ezeket a törvényeket. Ugye az Egyesült Királyságban, Egyesült Államokban is tárolják, nyilvántartják ezeket a papír alapú törvényeken, de nekünk nincsenek meg ezek papír alapon, éppen ezért kell a blockchain technológiát használnunk, amely lehetővé teszi, hogy megfelelően rögzítsük ezeket az adatokat. Azt is tisztázzuk, hogy kinél találhatóak meg az egészségügyi adatok, a kritikus személyes adatok, ezek mind a blockchainen keresztül érhetőek el, és ez biztosítja, hogy kívülről senki ne tudja megváltoztatni mondjuk egy törvénynek a szövegét, vagy egy bírósági döntésnek a határozatát. Ez biztosítja a digitális kormányzás működését. Erre a legtöbb kormány az nem gondol, amikor digitalizálja a közszolgáltatásait. Pedig szükséges lenne ezzel is foglalkozni. A digitalizáció hatásai nem csak annyiban merülnek ki, hogy hát nagyon menő lett a szolgáltatásunk, a kormányzás természetét és a bürokráciát változtatják meg. Ez a kép, ez nagyjából 3000 éves, lehet egy kínai festmény, legkorábbi, amit találtam, és látható már itt is a bürokrácia, amely egy olyan jó 5000 éve velünk van. Onnantól kezdve, hogy voltak gazdálkodók, és voltak harcosok, akik megvédték őket, már szükség volt intézőkre, számlálókra, akik számon tartották az állatállományt, hiszen fizetni kellett a harcosoknak. Itt kezdődött az adminisztráció, a bürokrácia. Kialakult egy közszolgáltató réteg, és a bürokrácia megteremtése óta mindig ugye egy sorozatokra épülő folyamatról beszélhetünk. Ugye születik egy irat, amelyet elküldünk egy irodába, amelyet aztán ez az iroda továbbküld egy másik hivatalnak, amely továbbküldi megint egy hivatalnak, és jó sok ismétlés után visszatér hozzánk, és kapunk egy, mondjuk ahhoz, hogy egy elnöki határozat szülessen az Egyesült Államokban, ahhoz egy ügynökségek közötti folyamatnak végbe kell mennie, és minden egyes ügynökségi osztálynak, amely érintett a kérdésben, annak alá kell írnia ezt a nyilatkozatot, ami nem túl hatékony megoldás. Tehát még mindig ebben a modellben gondolkozunk. És hát itt látható vizualizált formában, hogy milyen az, hogyha szekvenciálisan közelítjük meg ezt a kérdést. Itt látható ez a szekvenciális
megközelítés. Ugye valahol kezdünk egy hivatalban, aztán az adatokat továbbküldjük, vagy a dokumentumot továbbküldjük, és aztán az visszatér. A paralel megközelítésben mindez egyszerre zajlik le. És hogyha emlékszünk a videóban, a gyermek megszületésekor a kórház elküldi az információkat a népszámlálási hivatalnak. Ez az első lépés, amely megad egy azonos személyazonosító számot a gyermeknek, és aztán ebből a hivatalból megy tovább az adat mindenhova, a rendőrségnek például, az egészségügyi szolgáltatóknak, biztosítóknak, amely regisztrálja a gyermeket, és aztán hozzárendel egy orvost a gyermekhez a lakhelye alapján. Az én országomban az önkormányzatok költségvetését az határozza meg, hogy hányan élnek az adott régióban, minél többen élnek ott, annál nagyobb költségvetésből gazdálkodhatnak. Éppen ezért minden város nagyon örül, hogyha új gyermek születik az adott országban, mert ugye akkor nagyobb pénzt kapnak az adófizetők pénzéből, nagyobb összeget kapnak, és hát ilyenkor mindig küldenek valami pici ajándékot, egy csokit a megszületett gyermeknek. Tehát ez a paralel párhuzamos eljárás, ez nagyon felgyorsítja ezt a folyamatot. Pár évvel ezelőtt Olaszországban nagyjából 18 hónapig tartott, hogy regisztráljanak egy új céget. Ez azóta azt hiszem javult valamennyit, de úgy tudja, mindenkinek jóvá kellett hagyni ezt a folyamatot. Észtországban egy cég alapítás, ez 15 perc nagyjából, minden digitálisan történik. Mik ennek a legnagyobb előnyei? A legnagyobb előny az az, hogy éves szinten nagyjából 2%-nyi GDP-t takaríthatunk meg a digitalizációval. Ebből fizetjük a NATO hozzájárulásunkat, mindig ezt mondom. Ugye ez is 2%, a NATO hozzájárulás is 2%, innen van az a 2%. Emellett van 7 unicorn is a mi országunkban, és azt látjuk, hogy ugye az IT szektorban nagyjából 3,5%-a működik közre a lakosságnak, és a GDP 7%-át adja ez a szektor. És hogyha a digitalizáció lezajlott, akkor azt is meglátjuk, hogy a történelem során mindig, amikor mondjuk céget akartunk alapítani, akkor szükséges volt az, hogy az adott országban éljünk, mert csak így tudtak minket azonosítani. Egy digitalizált országban, egy digitalizált világban már nem feltétlenül kell az adott országban élnünk, lehetünk e-állampolgárok, regisztrálhatunk az adott országban, lehet, hogy bizonyos társadalmi jogaink nem lesznek meg az adott országban, nem lesz hozzáférésünk az egészségügyi rendszerhez, de mondjuk egy cég alapítást elvégezhetünk. Itt látható a rövid története annak, hogy hogyan zajlott le ez a folyamat. 2000-ben kezdtük el. Először, ugye mikor adtuk be először online formában az adóbevallást, mikor nyílt meg az X-Road, az iskolai program, a digitális aláírás, a személyazonosító kártya. A digitális aláírás ez egy nagyon fontos lépés volt, mert hogy digitálisan írhatunk alá dokumentumokat. Ez nagyon fontos lépés volt. A digitális aláíráshoz ugye ez nagyon fontos lépés volt ahhoz, hogy különböző adminisztratív folyamatokat elvégezhessünk online, és aztán itt 2008-ban
kiépítettük ezt a infrastruktúrát, a blockchain struktúrát. 2010-ben nyílt meg az e-recept rendszer. Ez is egy fontos lépés volt, mert így már nincsen szükség egy darab papírra ahhoz, hogy kiválthassunk egy receptet. Így lényegében most, hogyha egy orvosnál járunk, akkor az az orvos a számítógépen regisztrálhatja a receptet, és bárhol kiválthatjuk, és lényegében a lakosság 99%-a használja ezt a rendszert. Egy érdekesség, egy érdekes probléma, amit meg kell oldanunk, hogy minden, amiről beszéltem, az egy nemzeti rendszer. Nagyjából 10 évvel ezelőtt meglátogattam a finn elnököt, akik szintén adoptálták az X-Roadot, és beszéltünk arról, hogy mi is használjuk ezt a rendszert, nálunk is vannak e-receptek, mi lenne, hogyha összekötnénk ezeket a rendszereket, hogyha egy finn ember Észtországba látogat, amely elég gyakori, mert hogy nagyjából évente 7 millióan látogatnak meg minket, és ennek részben az lehet az oka, hogy például az alkohol az jóval olcsóbb Észtországban, mint Finnországban, de minden esetre azt mondta a finn elnök, hogy oké, remek ötlet, csináljuk meg, és 9 évig tartott, hogy eljussunk idáig. A technológia 2 hét alatt meg lett volna, de a politikai lépések, a bürokrácia miatt a nehézségek, hogy ki fizet, miért fizet, mennyit fizet, emiatt 9 évig tartott a rendszerek összekötése, de azt gondolom, hogy ez lesz a jövő. És azt gondolom, hogy majd egyszer a jövőben, hogyha önök is Észtországba látogatnak, és orvosságra van, gyógyszerre van szükségük, akkor lehetőségük lesz erre kiváltani ott is egy receptet. Szerintem itt Európában tényleg ez a jövő. Most ugye a határlezárások korát éljük, de az egészségügyi rendszert át kell ültetnünk ebbe a rendszerbe. Mondjuk a görögöknél látjuk, hogy ez ugye még nincsen megoldva, jelenleg ez a probléma. Elmegyek a kórházba, ott van egy orvos, és azt megkérdezi, hogy mi a bajom, és akkor azt mondhatom, hogy neki a jövőben, hogy tessék, itt vannak, itt a kortörténetem, jóvá hagyom, nézze meg, és aztán ezt mondjuk automatikusan lefordulhat görögre, ez nem probléma. Ezek a rendszerek már mind elérhetőek, de a politikai akarat egyelőre hiányzik. Ez már 10 éve is lehetőség lett volna, de azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb politikai kihívásunk most a következő években az lesz, hogy digitalizáljuk egész Európát. Pár dolog, amit még könnyed témaként szeretnék megemlíteni. Ugye 3 óra alatt létre lehet hozni egy céget, az adóbevallást online be lehet nyújtani. Mi van még itt egy pillanat? Hadd nézzem meg. Említettem, hogy blockchain rendszereket használunk. Egy másik fontos téma, amit kiemelnék még. Ugye Észtországban azt látjuk, hogy évszázadonként mondjuk olyan 2-szer lerohannak minket, valahogy egy ilyen zűrös negyedben lakunk, egy zűrös környéken lakunk, németek, svédek, oroszok, vannak problémáink, és hát ez a lerohanás, inváziók, ezek mindig problémásak. Most ugye például aggódhatunk amiatt, hogy elveszítjük az adatainkat,
Például a fukushimai atomkatasztrófa az a japán adatbanknak egy nagy részét, vagy egy részét lerombolta. És éppen ezért a Genfi Egyezmény jegyében kötöttünk egy megállapodást Luxemburggal arról, hogy elhelyezhetünk náluk egy szervert, egyfajta nagykövetségként. Ezen a nagykövetségen nem dolgozik senki, de mégis úgy működik, mint egy nagykövetség, nem léphet be oda senki, és lényegében non-stop VPN kapcsolatot biztosít az észt kritikus adatbázisokhoz. Tehát minden alkalommal, amikor mondjuk megszületik egy gyermek, és ezt Észtországban regisztrálják, azt utána rögtön Luxemburgban is regisztrálják ebben az adatbankban. Éppen ezért, még hogyha egy katonai invázió történik, akkor is megőrződnek az adataink. Azt javaslom, hogy itt főleg kis országoknak, akik ilyen rossz Európa, rossz környékén laknak, vagy akár nagy a szeizmikus aktivitás az adott régióban, földrengések vannak, Japánban ugye ez történt, ott nagyon ajánlom egy ilyen rendszernek a bevezetését. A szavazást is online intézzük, itt nagyon nem mennék bele a részletekbe. Ezt nem ajánlom, hogy otthon kipróbálják. Észtországban az ECHO rendszer miatt működik. A lényeg az, hogy az emberek mindent biztonságosan használnak online, és meg is bíznak benne. És hogyha máshonnan érdeklődnek felőle, hogy szeretnénk bevezetni az e-szavazást, akkor mindig azt mondom, hogy nem fog menni. Hogyha csak az e-szavazást akarják bevezetni önmagában, és a többi rendszert nem, akkor ez nem fog menni. Az adóbevallásunkat is 3 perc alatt ki tudjuk tölteni. Az egészségügyi rendszerről már beszéltem. Az OECD PISA tesztjein első helyen szerepelünk, Európában a japánok, a koreaiak és talán a kínaiak és hongkongiak teljesítenek még nálunk jobban, de a világ többi részét tekintve első helyen állunk. Mit is mondhatnék? Még egy dolog, amit szeretnék röviden megemlíteni, hogy mivel minden digitális most már, emiatt csak 3 dolog van, amit nem lehet digitálisan elvégezni Észtországban. A házasságkötéshez be kell menni egy kormányhivatalba vagy templomba. Valakinek tényleg fizikailag ott kell lennie, hogy tanúja legyen ennek, legyen az egy lelkész vagy egy közjegyző. Emellett a válást sem lehet online intézni. Ez a 2 dolog. A harmadik pedig for any transfer of real property, hogy ingatlanok átadása elején esetén is meg kell személyesen jelenni. A leghíresebb példa Szemjon Mogilevics, aki a leghíresebb orosz mafiózó, és neki volt 2 intézője, akik vásároltak a Trump Towerben egy-egy lakást. Ez Észtországban nem lenne lehetőség, mert hogy nem lehet különböző fedő cégeken keresztül elvégezni ezt. Hát mondjuk személyesen bejön ez a mafiózó, és megpróbálja megvenni, erről nem tudok nyilatkozni, de a fedőcéges módszer az nem működik. Itt például az Egyesült Államokban nemrég változtattak ezzel kapcsolatban a szabályozást, és van lehetőség ilyen fedőcégekre, ahol nem ismerjük igazából a tulajdonost, de Észtországban nincs ilyen opció.
És aztán az utolsó dolog, a Kraft, amely az észt mitológiából származó kifejezés, és egy mesterséges intelligencia szolgáltatást jelent. A Krat egy olyan figura az észt mitológiában, legendáriumban, aki a szegényeket segítette, és a szegényeknek lopott a gazdagoktól, de hogy nem egy élő személyről beszélünk, és éppen ezért kezdtünk a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat fejleszteni, amelyek jelenleg még meglehetősen primitív szinten állnak, és amikor arról van szó, hogy ezt vagy azt meg kell újítani, akkor bizonyos szolgáltatások elvégezhetőek mesterséges intelligencia segítségével, egy bizonyos összegkorlát alatt bírósági döntéseket is születhetnek, amelyeket mesterséges intelligencia hozhat meg, hogyha mind a két fél egyetért ennek a használatában. Emellett pedig van egy programunk cégeknek, amelyek a bevételüket és a költségeiket is valós időben jelentik le, így pedig nincsen szükség lényegében könyvelőkre. És a negyedéves jelentés mi a helyett lényegében folyamatos, automatikus jelentés történik. Az előnye ennek pedig az, hogy ha mondjuk az adóhivatal azt látja, hogy jó, nem is teljesít most olyan jól a cég, akkor adókedvezményt adhatnánk esetleg. Tehát most kísérletezünk a mesterséges intelligencia használatával a közszolgáltatások terén. Azt gondolom, hogy itt a legfontosabb szempont az az, hogy digitális beállítottságú vezetőink legyenek, akik nyitottak arra, hogy átálljanak. Az átláthatóság, az adatbiztonság garantálása, ezek nagyon fontos szempontok. És ezzel azt hiszem be is fejezném magát az előadást, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Tehát, hogyha bárkinek van kérdése, még van 10 percünk, akkor lehet kérdezni az elnök úrtól. Hello, my name is Kitty Lukács. I'm from Doppler. Jó napot, Lukács Kitty vagyok a Doppler Holdingtól. In Estonia, és az érdekelne, hogy Észtországban zajlik e szavazás, és mennyire bíznak ebben a rendszerben, vagy történnek-e kibertámadások, rögzítik-e valahogy ezeket? Nos, erre egy hosszú válaszom van. A kiberbiztonság terén első helyezettek vagyunk Európában, ennél jobban nagyon nem lehet csinálni ezt a témát, de azt mondanám, hogy a magánszektor kormányzati rendszereket használ, mert jóval erősebb és reziliensebb, mint azok a rendszerek, amiket magáncégek biztosítanak, és sokkal robosztusabb megoldás, mint amit a privát erőforrások, magánerőforrások tudnak garantálni. Észtország egy egyedi helyzetben van, mert az első kibertámadás államok között, az 2007-ben az én országomban történt. Előtte is történtek kibertámadások, de ezeket sosem azonosították másik állam támadásaként. Ez volt az első olyan alkalom, amely a von Clausewitz-i háború definíciójának megfelelt, és az történt, hogy az oroszok úgy döntöttek, hogy
hogy lezárják az országunkat, lekapcsolják az országunkat. A bankokat támadtak meg, újságokat támadtak meg, kormányhivatalokat támadtak meg, de ezt a rendszert nem, mert ez tovább működött. És ennek eredményeként beszéltünk a NATO-val, akik azt mondták, hogy szerintük nem is az oroszok állnak mögötte, de aztán az Egyesült Királyság és az USA, akik azért eléggé értenek a kiberbiztonsághoz, azt mondták, hogy valóban orosz társaság támadás történt, és aztán egy több éves párbeszéd kezdődött meg ezzel kapcsolatban, a kiberbiztonságról, a kiberhadviselésről, amelyet már nem tankokkal és fegyverekkel történik. És aztán a NATO éppen ezért meggondolta magát, és egy kiberbiztonsági, kiválósági központot hozott létre Tallinnban. Éppen ezért a kiberbiztonság, igen, egy nagyon fontos téma a számunkra. Thank you very much, Mr. President. My name is Gergely Murányi. Biztos van még mástól is kérdés. My question would be that what would you as a president suggest to a country's government who has the nagyon szépen köszönjük. Murányi Gergely vagyok, a Nemzetközi Tagból, szövetségtől, és az érdekelne, hogy ön elnökként mit javasolna egy olyan kormánynak, amely digitális beállítottságú, és nyitott arra, hogy integráljon egy ilyen rendszert. Hol érdemes hozzáfogni egy ilyen integrációnak egy olyan országban, ahol az emberek ne öntsenek hozzászokva az ilyen digitális megoldások használatához? Összességében azt javaslom, hogy tegyük egyszerűvé a használatát. Ez az első. Legyen kényelmes használni. Kezdjük olyan dolgokkal, amiket szívesen használnak az emberek. Ugye az adó fizetést szívesen végzik digitálisan, mert egyébként elég sok fejfájást okoz az adófizetés, és aztán, hogyha egy adóbevallást pár perc alatt be lehet nyújtani, ez megkönnyíti az emberek életét. És átlag emberként tényleg egy pár perc alatt le lehet adni az adóbevallást. Az e-receptek is jó példa erre, hogy nincsen szükség már papírfecniket magunkkal vinni, csak azonosítani kell magunkat a gyógyszertárba, és megkaphatjuk a gyógyszert. Tehát ilyen dolgokkal érdemes kezdeni, de az is fontos, hogy digitalizáljuk ezeket a szolgáltatásokat, és ehhez mindenkinek digitális személyazonosítóra van szüksége. Első körben nem szükséges, hogy mindenki használja ezt az azonosítót, de az fontos, hogy mindenki rendelkezzen vele, mert ez fogja arra sarkalni a minisztériumokat és hivatalokat, hogy tényleg biztosítsák ezeket a szolgáltatásokat. Itt kezdeném. Nagyon szépen köszönjük. Gárdos András vagyok, az Octopus Multimédia Központtól, intézettől, és az érdekelne, hogy mindez milyen hatással van az emberek szociális társas kapcsolataira és életére. Nem hiszem, hogy nem tudom megmondani, szerintem a szociális életünket a Tinder sokkal inkább meghatározza, mint a kormányzati erőfeszítések. Emellett azért azt mondanám, hogy amikor beütött a COVID, akkor az Egyesült Államok lezárta az útlevélrendszerét, nem lehetett jelentkezni új útlevélért, és akkor ugye ez márciusban kezdődött, és júniusban 3,5 millió útlevél kérelem állt a hivataloknál. Észtországban nem volt ilyen felgyülemlett munkamennyiség, ez nem jelentett problémát a számunkra. A gépjármű hivatal Kaliforniában szintén bezárt egy időre, mert hogy nem tudtak fizikailag bemenni az emberek. Egy hatalmas terembe ültek ebbe a hivatalba az emberek, és azt mondták, hogy hát ez a COVID szempontból nem túl biztonságos, és akkor bezárt a hivatal egy időre. De nekünk ilyen problémánk nem volt, ki tudtuk adni a jogosítványokat ugyanúgy, mint korábban. Tehát
nem gondolom, tehát hogy itt nyilván ez egy ilyen aszociális része ennek a digitalizációnak, de hát hogyha a szocializáció, akkor meg a Tindert említeném. Azt használják sokan. Rendben, akkor nagyon szépen köszönöm, hogyha nincsen további kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm. Öröm volt újra itt lenni Budapesten. Köszönöm, hogy meghallgattak.